Igazából nem volt semmilyen külön, nem volt semmilyen különös dolog edzés erre a fordulóra, és az egész évben. Megszokottan, keményen edzettünk, kis pályákon, ugyanaz a motor, amivel versenyezni szoktam. Nagy pályákra jártunk, többnyire idősebb versenyzőkkel szemben álltam rajthoz, és ők már jobban rá nőttek erre a motorra, rá izmosodtak, és nekem ebben segített ez a nagyon ez. Keresztünk ez is lehetőséget az utolsó döntő forduló előtt, hogy jól ismerjem a pályát, mert még nem voltam ott. Még a bukósok fölvétel előtt egy 10 perceim, mert csak erre koncentrálok, és mint fölveszem a bukósokat, akkor már csak az van, hogy a rajt jól sikerüljön, utána jól el tudjak jönni, hogy ne kerüljek be a darálóba. Nem igazán lehet zavarni, vagy ha lehet, akkor kizökkentenek a ritmusomban. Ahogy elrajtoltunk, jól sikerült a rajtom viszonylag, és elrajtoltunk, az első kanyarban sikerült befordulnom, aztán csak éreztem, hogy belém jönnek hátulról, belém ütköztek, és az a versenyzőtárs, aki belém jött, az elesett. Nekem szerencsére sikerült megmentenem ezt a helyzetet, igen. És így jelentős pozícióveszteség ellenére is sikerült visszakapaszkodnom a dobogóra. A két futam között igazából pont egy napom volt pihenni, de ez sem volt teljesen pihenő rész, mert még jó volt még a vasárnap a warm-up, és nem volt sok időm pihenni, mert szombaton még utána le kellett takarítani a motort, át kellett gumizni, föl kellett készülni a következő napi versenyre, és vasárnap még volt a versenyet, még egy warm-up, és azután már teljes nyugalomban készülhettünk a versenyre. Próbáltam kapaszkodni az előttem lévő versenyzőre, hogy elhúzzunk a darálótól, a második bolytól, és csak ezzel foglalkoztam. Már ebben a tudatban ültem fel a motorra vasárnap, hogy egy második hely vagy egy harmadik hely az elég, és hogy ez már úgy bennem volt, hogy nem kellett erre gondolnom, hanem hogy emlékeztem erre, csak a versenyre kellett koncentrálnom. De még így is sikerült javítanom az legjobb időmön, és így még egy jobb helyezés sikerült összeszednem, mint szombaton. Jó esik ez, hogy sikerült megszerezni ezt az Európa bajnoki címet. Két hét múlva lesz a következő verseny, Szlovákia ringen, és addig persze az iskolában is sokat kell pótolnom, amit hiányoztam ez a verseny hétvége miatt. Ez magyar bajnokság lesz, és ez az utolsó forduló. Márciusban kezdenek el az első edzések, március vége, április eleje, és akkor április közepén vége felé jönnek majd a versenyek. De már elkezdtük építeni a következő idényre való szereplést, nem tudom. És hogy elkezdtünk tárgyalni különböző csapatokkal, de konkrét még nincs, hogy hol mennék, meg hogy melyik bajnokságban, melyik csapatnál. Jövőre az olasz bajnokságot célozunk meg, de ha van lehetőség, akkor a magyar bajnokságban és az Európa kupán is szeretnénk majd elindulni.